A kétnapos utánpótlás röplabda tornán a lányoknál a Kesi lett az első, míg a fiúknál a kecskemétiek bronzérmet szereztek. Ahogyan tavaly, úgy az idén is szeptemberben került megrendezésre a Breszko András utánpótlás röplabda emléktorna. Breszko András volt a KRC sportvezetője, mindenese a kecskeméti röplabda sport motorja. Úgy hiszem, hogy Bandi emlékének ez adózik is, ő is nagyon sokat tett a kecskeméti röplabdázásért, magyar röplabdázásért, így úgy gondolom, hogy ez a torna nagyon színvonalas kis torna kerekedett, ez az U15-ös lányok és a vasárnapi napon az U20-as fiúk játékával. Szeretnénk ezt a hagyományt továbbra is tartani, és minden évben egy utánpótlás tornával megrendezni a Breszko András emléktornát. Tavalyiakhoz hasonlóan újra itt van Szolnok, Jászberény a lányoknál az MTK, MTK nagy hagyományokkal rendelkezik, jó kapcsolatot ápolunk. A fiúknál itt lesz a DÁG, mint nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük is, ott is a Szolnok meg fog jelenni, és a Dunaújváros a Kecskeméti Röplabda Akadémia csapatai mellett. A torna az fontos a felkészülés szempontjából, azt hiszem, tudni kell, hogy a Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszerében elég sok forduló van a gyerekeknek, úgyhogy több forduló valószínűleg nem is lenne ideális, ha a bajnoki rendszert néznénk, ugye van egy hatos döntő a szezon végén. A felkészülés szempontjából viszont nagyon fontos és nagyon jó iránymutató a szezon felkészülésére. Ugye a Kecskeméti Sportiskola Röplabda Akadémia 20 csapatot nevez a 24-25-ös szezonra, elég nagy számban indulunk, a tavalyi eredményes évünket szeretnénk megtartani, vagy még felülmúlni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos torna lesz. Tavaly ugye a Kecskeméti Sportiskola nyerte meg a Breszko András emléktornát, a lányok most itt szépen szerepelnek, itt az MTK-val ez egy döntő lesz, és hát úgy reméljük, hogy holnap a fiúk is szépen fognak helytállni, de mint ahogy mondtam, ez egy felkészülési torna, tehát nem az eredményesség a fontos, hanem hogy minél többen tudjanak játszani, és a gyerekek be tudják lőni az adott felkészültségi állapotukat. Az előzetes latolgatások alapján a Kesi a lányoknál és a fiúknál is esélyes volt. Ezt a tornát azért szerveztük, mert fele más a csapatunk vannak, a fele nagyon fiatal gyerekek, most jöttek fel az U13-as korosztályba, illetve vannak olyanok, akik idősebbek és egy magasabb szintű edzésmunkát végeznek egy másik csapatban, és hogy össze tudjuk rakni magát a versenyszezon előtt ezt a csapatot, erre akartuk ezt felhasználni, ezt a kis Breszko András emléktornát. A délelőtt az nagyon döcögősen ment, még akkor keresték a helyüket a lányok, hogy hol vannak, de itt estére, itt délutánra, itt most egy nagyon jó játékot tudtak produkálni. Ilyen fiatal korban még az is furcsa, hogyha nem a megszokott arc van valaki mellett, nem, hogy egy másik játék stílusú játékos, úgyhogy a végén összerázódott. Voltak, akik kevesebbet játszottak, főleg a fiatalok, de ez ugye így megy, majd bele szoknak ők is. A végeremény a hölgyeknél első lett a Kesi, második az MTK, a harmadik a Szolnok, a negyedik helyen pedig a jászságiak végeztek. A fiúknál borult a papírforma, Szolnok, DSE, Kesi, DÁG volt a végső sorrend.